A Magyar Telekom korszerű szélessávú vezetékes távközlési hálózatot fejleszt a Berettyóújfalui járásban Európai Uniós támogatás felhasználásával. A kormányzati elvárásoknak megfelelően a Magyar Telekom kiveszi a részét abban, hogy az ország 2018 év végére minden háztartásába eljusson a minimum 30 megabit per szekundumos szélessávú internet, sőt, amennyiben lehet a lakosság feléhez akár 100 megabit per szekundumú internet is. A Berettyóújfalui járás 800 millió forintos Európa Uniós forráshoz jutott, és 19 települést fejlesztünk meg ebből a pénzből. Így minden háztartáshoz eljut ez a kormányzati elvárásoknak megfelelően a 30 megabit per szekundumos szélessávú internet. A Berettyóújfalui város szintén fejlesztésre kerül. Olyan szerencsés helyzetben van a város, hogy gyakorlatilag itt már közel az összes háztartásnál elérhető a szélessávú internet. Körülbelül 5% a háztartásoknak 5%-a, ahova még nem, de ez is meg fogja valósulni az év végére. Sőt, olyan jó hírem is van, hogy tervezzük, hogy Berettyóújfaluba minden háztartásba 2018 év végéig optikai szolgáltatással jutunk el. Azt gondolom, hogy ezzel a fejlesztéssel a Berettyóújfalui lakosokat közelebb tudjuk hozni az Európai Unióhoz. Érezhető lesz az a minőségi különbség, amivel ők is elérhetik a szélessávú internetet. Ez akár távmunkában, elhelyezkedésben is segítséget adhat a lakosok számára. A Telekom ennek a célnak az eléréséért mindent meg fog tenni. Ezt légkábelekkel és földkábelekkel egyaránt fogjuk megvalósítani. Itt eleve elnézést kérek a lakosságtól, hogyha ez némi fennakadást okozhat, de szerintem az élmény kárpótolni fogja őket ezért a kis kellemetlenségért, esetleges kellemetlenségért. A fejlesztéseknek köszönhetően a Berettyóújfalui járásban is elérhetővé válik a szupergyors internet. A munkálatok várhatóan 2018 végére befejeződnek.